A felszerelésekben sapka, arc és szájvédő maszk, szemüveg, kesztyű, gallér, vízhatla lemosható kezeslábas köpeny, valamint csizma is van. Így gyakorlatilag az egész test védett a fertőzés ellen. És természetesen a beteget is egy megfelelően zárt fólia hordás feltétben fogjuk csomagolni, ezek hamarosan megérkeznek. A felszerelés szükség esetén az a személyzet kapja, amely először találkozik a beteggel. Az egészségügyi személyzet meghatározott sorrendben veszi fel és le a védőfelszerelést. Több apró dologra is figyelni kell elsősorban, amikor kibújnak ebből a ruhából, hogy ne érintsék azokat a részeit a védőruhának, ami a beteggel találkozott. Tehát maga a beöltözés is fontos, hogy pontos legyen, de még ennél is fontosabb, hogy amikor kibújik a védőöltözetből, akkor ne találkozzon olyan részekkel, ami fertőzött lehet. Stánic Éva megyei tiszti főorvos elmondta, Magyarországon a betegség megjelenésének esélye minimális. Mivel egy jelentős számú megbetegedésről van szó Afrikában, valamint súlyos lefolyású megbetegedésről, ezért a világon minden egyes országnak készülnie kell valamilyen szinten arra, hogy egy-egy véletlen eset, ha megjelenne, akkor mi a teendő. Az ebola járvány eddig mintegy 8000 ember halálát okozta, fokozottan fertőzött ország Guinea, Sierra Leone és Libéria. A betegség testnedvekkel terjed és súlyos tünetekkel jár. Az egészségügyi személyzet a leginkább veszélyeztetett, ugyanis gyógymód és védőoltás sincs még az ebola ellen. Nem tanácsos a veszélyzónába utazni, erre figyelmeztet a járványügyi hatóság.